Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Természetesen köszöntöm azokat is, akik élőben interneten vannak velünk Magyarországról, külföldről, a tengeren túlról, illetve akik utólag felvételről néznek minket. Czank Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője, és én vagyok a mai nap házigazdája, amely nagy megtiszteltetés számomra. Tegeződve szoktuk tartani képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Itt a PPH-nál kortól és nemtől függetlenül tegezzük egymást, ugyanis magától semmi nem változik meg. Jó magam, párkapcsolatban élek, nagyon örülök, hogy egész családom, itt tanul már a PPH-nál párom és kés kislányunk is. Nagyon örülök nekik. Akkoriban azért kezdtem el a PPH-nál tanulni, mert jó pár emberrel együtt nagyon, nagyon nagy cégeknél próbáltam jobbítani az életem, családunk problémáit megoldani, jobbá tenni, kicsit szabadabban élni. Ezért több cégnél megfordultam, főállási munkám mellett, viszont soha nem találtam meg azt, amit kerestem, igazából sehol nem kaptam meg a idézőjelbe vett hogyanokat. Ezért egy barátomtól hallottam a PPH-ról, akkor még egy másik cégnél voltam másodállásban, eljöttem meghallgatni egy szemináriumot azért, hogy az itt tanultakat ott felhasználjam. Na most ez tartott a szeminárium végéig, mert itt rájöttem, hogy ennél több nem kell, nincs rá szükség, hogy más cégnél tevékenykedjek, ezért onnantól kezdve én már több mint 4 éve itt tanulok a PPH-nál, és életem most már tudom egyik legjobb döntése volt. Most egy tudatosságfejlesztő előadás következik, rendezvényünk körülbelül 18 óráig fog tartani, amely után, mint említettem, PPA klubot tart vezetőnk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista fogja tartani, szervezetünk alapítója és vezetője. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1994 óta él Budapesten családjával, feleségével, Mariannal, kiegyensúlyozott boldog család életet élnek, 2 fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, és 1991-től szervez embereket, azóta van saját szervezési csapata. 93-tól vezet embereket, több pénzintézet vezetője volt a múltban, és 1996-tól fordult a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH már 4 különböző területen lett piacvezető. Vezetésével már több 100 000 ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget, és személyesen több 10 000 ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő egy olyan tanító, aki példamutató, kiegyensúlyozott életet él, és olyan dolgokat tanít, amelyeket használ is, ezáltal hiteles ember számunkra. Tanításával úgy segíti az embereket, hogy nem csak elméleti tudást, hanem módszereket, gyakorlási lehetőséget is nyújt egyben. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik, küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békességben és boldogságban élni, úgymond aranykori módon, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most pedig megkérem vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai tudatosságfejlesztő előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntelek benneteket itt a nagy teremben. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Na, megint covidoznak. Na, van, aki maszkban vezette, most reggel láttuk, maszkban vezette egyedül a Mercedesét.
Képzeld el. Mercedesben ült egyedül, vezette a Mercedest és Mazba. Itt a Lourdinál egyébként, itt láttuk. Kezdődik. Hát már kezdik etetni az embereket evel a helyzettel. Hát most ezt a, olyan világot élünk, tudod, ez a húzd meg, erezd meg. Ez van, ugye erről én beszéltem 2 évvel ezelőtt, hogy ez lesz ilyen húzd meg, erezd meg. De nagyon érdekes egyébként, Spanyolországból van itt egy tanulónk, tehát Spanyolországban él, és ugye kifejezetten a szemináriumért jött ugye Budapestre, és hát beszélgettünk arról, hogy hát ugye a legjobban milyen országok lettek sújtva. Hát ugye elsősorban az olaszok, másodsorban a spanyolok lettek sújtva itt az elmúlt 2 év Covid-ja, főleg az elején ugye Covid-ja során. A görögökről nem nagyon tudunk, mert azokról hír nem nagyon jött volna felénk, de szerintem azoknak elég bajuk van így is, úgy is. És ugye beszélgettünk erről is, hát hogy ugye melyik országokban voltak leglazábbak az emberek? Hát a déli országokban. Gondoljátok végig, a déli országokban voltak a leglazábbak a társadalom, az emberek. És melyik országokban voltak a ilyen katonásabbak? Hát az északi országokban. Hol volt a legkevésbé szigorítás? Az északi országokban. Hol volt a leginkább szigorítás? A déli országokban. Miért? Hogy ez a lazulást megfegyelmezzék. Hát ezt nem látjuk át, hogy a lazulás van megfegyelmezve. De nehogy már lazák legyenek a déliek, hát azok voltak mindig a lazák. Nehogy már ciesztázzanak, meg ilyeneket csinálják. Nehogy már jól érezzék magukat. Ugye a délieknek volt a legjobb a hangulatuk, ugye régebben a déli országokban volt a legnagyobb népszaporulat, stb. Stb. Nehogy már jól érezzék magukat a déliek. Az északiak eddig is eléggé ilyen katonásan élték az életüket, ott kevésbé kellett őket fegyelmezni. Mi meg itt vagyunk a kettő közt, tudod. Tehát ilyen nem is annyira laza, de nem is annyira szigorú. Mert ugye nálunk azért nem volt olyan lazasság, mint a déli országokban. Ugye mi sokat jártunk Olaszországban, nagyon sokat jártunk Olaszországban, láttuk az olaszok mentalitását. Ugye Spanyolországban nem voltunk, de hát ugye ők se rosszabbak ebből a szempontból, már se nem jobbak, tehát ők is viszonylag laza. Görögországban is többször voltunk, ott is láttuk, hogy eléggé lazák a görögök. Hát ezek lettek most, ha megnézed, megtanítva a fegyelemre. Tehát, de azért elég érdekes, hogy itt most a hatalom fegyelmezni akarja az embereket, csak úgy azért, mert lazák. De miért akarják fegyelmezni? Hát meg gondoljátok végig, az összes déli ország az el van adósodva. Nem kicsit, hanem nagyon. Tehát nagyon. Tehát a görögök is, a olaszok is, a spanyolok is. Hát Európában ők vannak a legjobban. Minél jobban megyünk északra, annál kevésbé van egy ország eladósodva. Minél jobban megyünk délre, annál Európában van szó. Annál jobban el van adósodva. És hát miért? Mert miért kell őket fegyelmezni? Ugye nehogy azt higgyátok, hogy ez az én véleményem, hanem ugye a hatalom mit csinál, hát nehogy már itt ne fizessenek annyit, mint a többiek, tudod, vagy akár az északiak, hát nehogy már kimaradjanak ebből, hát akkor találjunk már ki valamit, hogy megfegyelmezzük őket, és esetleg munkára bírjuk őket, meg stb. Tehát, hogy hát
Én láttam azt, ugye jártunk Németországba, és még anno annak idején, még a szocializmusban, és láttuk, hogy ott milyen fegyelem volt a magyarokhoz képest. Érted? Tehát, és azt is láttuk, hogy például, mit tudom én, Görögországban voltunk, és a szomszédban jöttek a németek, és ott élték ki magukat, érted? Tehát, ami azt jelenti, hogy egyszerűen olyan ramazulit csináltak a németek, kitombolták magukat szó szerint, amit otthon nem csinálhattak. De egyébként figyeltük mostanában, hogy a németek már nem olyanok, mint régen. Már külföldön sem tombolják ki magukat. Úgyhogy használt nekik a nevelés. Tehát, de azért gondoljátok végig, itt van, mit tudom én, Európában több százmillió ember, és akkor a hatalom kénye kedvére fegyelmezi az embereket. Mi vagyunk mi? Óvodások? Gondoljátok végig. Tehát úgy kezelnek minket, mintha óvodások lennénk, nem? Mármint embere, felnőtt embereket. Az közben ugyanolyan felnőttek vagyunk, mint ők, akik fegyelmeznek minket. Tehát ugye az a különbség az óvodás és a szülei között, nem, hogy a szülők felnőttek, az óvodás meg óvodás. Hát de mi ugyanolyan felnőttek vagyunk, mint azok, akik fegyelmezni akarnak itt minket. Hát gondoljátok végig. Tehát ez elég furcsa egy világ, nem? Tehát nem is értem, hogy ez nem tűnik föl az embereknek, hogy itt gyakorlatilag semmi másról nem szól, csak hogy a lakosságot megfegyelmezzék. Hát miért kell ilyen rendelkezések alapján kormányozni? Miért? Hát azért, hogy azt csináljanak az emberekkel, amit akarnak, nem? Nem így van? Tehát most gyakorlatilag azt látjuk, hogy mennyien lehetnek az állami olyan kiszolgáló személyzetben, akik ugye a parancsokat osztogatják, és akik a parancsot végrehajtják. Hát mondjuk lehet a 0,1%-a a lakosságnak. Nem? Tehát hány ezer rendőr, hány ezer katona lehet Magyarországon? Az a végrehajtó szervezet. Nem százezrek, pár tízezer. És vannak a parancsot osztogatók, ugye azok meg a minisztériumok, államhatalom. Nem? Tehát gyakorlatilag az a pár tízezer ember, mennyi lehet az egész karhatalom itt Magyarországon? 50 ezer? Úgy tokkal vonóval. Tehát most az 50 ezer ember, az mondjuk 10 millió fölött uralkodik most durván. Az hány százalék? Valaki gyorsan tud számolni? Ugye a 10 millió, a 100 ezer az az 1 százalék. Akkor jól mondtam, hogy 0,5% gyakorlatilag, tehát nem éri el az 1%. Tehát a 0,5%, tehát magyarul egy ember uralkodik 200 emberen. Azért ez a vicc kategória, nem? És az emberek meg gyakorlatilag azt mondják, hát ez van, ezt kell szeretni, nem? Nagyon érdekes. Hát gondoljuk végig. És egy ilyen világban élünk most Európában, hogy minél délebbre megyünk, annál inkább. És körülbelül az arány ugyanez, mert máshol is olyan nem egész 1% az, amelyik parancsol az összes többinek. Érted? Tehát felnőtt emberek parancsolgatnak felnőtt embereknek. Hogy van ez? Én nem azért akartam felnőtt lenni, hogy parancsolgassanak nekem. Figyeld, én gyerekkoromban elég sok parancsolgatást kaptam. Apám baromi mód szeretett parancsolni. Tényleg. Nagyon parancsolgató volt.
Tehát neki nem lehetett ellent mondani. Ezért én szerettem volna minél hamarabb felnőtt lenni. De nem azért, hogy parancsolgassanak nekem. Te azért akartál felnőtt lenni, hogy parancsolgassanak neked? Ki az, aki szerette gyerekkorában, hogy parancsolgatnak neki? Tegye már fel a kezét. Érdekes, nem látok egy kezet sem. És most felnőttként szereted, hogy parancsolgatnak neked? Elég egy érdekes helyzet, nem? Ilyen gyönyörű, szép világ, ahol ilyen 100-200 főnek parancsolgat egy ember, nem? Hát ha azt mondaná a nép, akkor azt az egy embert megesszük, nem? Simán, ha akarná, ezt mondhatná az a nép, nem? Az lesz a vacsora, vagy mit tudom, ebéd. Az egy ember. És akkor ezek ugye élvezik is ezt, gondolom, nem? Hát biztos, mert különben nem csinálnak. De élvezem, hogy egyedül hány embernek parancsolunk. Nem? És akkor a világviszonylatban meg még rosszabb az arány. Ha megnézzük. Van itt a világban, mit tudom én, 7000 ember, amely az egész világot irányítja, 8 milliárdot, akkor számoljuk ki. Hány százalék? 7000 ember. Oké? De ez a 7000 ember, az 300 valahány család. Érted? Nem sok. És annak a dinasztiája, tudod, azért. Ilyen sok. Tehát a 8 milliárd, azt mondja, 800 millió, 80 millió, 8 millió, azt mondja, hogy 800 ezer, hány nulla van a nulla után, tudod, 0,000, az a 7000 ember. Érted? És akkor azt csinálnak az emberiséggel gyakorlatilag, amit akarnak, nem? Érdekes. De beletartozik az is, hogy azok, akik most itt a hatalmat gyakorolják Európában, látszólagos hatalmat, akik a miniszterelnökök, meg államelnökök, meg ilyenek, hát az gyakorlatilag az ő kiszolgáló személyzetük, ennek a 7000 embernek kiszolgáló személyzete. És ha jobban megnézzük ezt a kérdést, akkor azt látjuk, hogy ugye, hogy nem tudom, hogy ez a kiszolgáló személyzet, beleértve a karhatalomban résztvevőket is, hogy gondolkoztak-e azon, hogy ez hogy szokott működni az elnyomóknál. Tehát ez a 7000 ember, ezek a legbrutálisabb elnyomók a bolygón. Jó? Tehát ezek egyenértékűek a tömeggyilkosokkal. Értsd, jól értsd. Tehát szó szerint. Csak rejtettem tömeggyilkoskodnak. Oké? Na most az, hogy nyíltan valaki tömeggyilkos, vagy rejtetten tömeggyilkos, az most részletkérdés, nem? És ez következőt, ugye a tömeggyilkosok, de a gyilkosok is, a szándékos gyilkosokról van szó, azok mind elnyomók, kivétel nélkül. És nem tudom, tudják-e, hogy azok, akik az elnyomókat szolgálják, de ők maguk nem elnyomók, csak elnyomottak. Azok, nem tudom, tudják-e azok az elnyomottak, akik gyakorlatilag most a hatalmat gyakorolják. Ez a kb. 0,5%, vagy valamivel több, mint 0,5%. A lakosságnak ugye a teljes létszámához képest. Nem tudom, tudják-e,
Nyilván avval valamilyen szinten tisztában vannak, hogy ők alapvetően nem elnyomók és nem tömeggyilkosok. De azt tudják-e, hogy a tömeggyilkosok, az igazi elnyomók, azok fogják, és amikor már sikerül elérni azt, hogy a teljesen az ő szavuk érvényesüljön, és minden úgy történjen, ahogy ők akarják, először azokat nyírják ki, akik kiszolgálták őket. Lásd, erre a legjobb példa mondjuk Sztálin volt. Ami azt jelenti, hogy miért, nagyon egyszerű. Hát mert ők tudnak a legtöbbet. Róluk. Hát nyilván először azokat kell majd kinyírni, akik a legtöbbet tudnak róluk. És amikor az államférfiak, illetve azoknak a kiszolgáló személyzetük, ugye a karhatalom, és abban a karhatalomnak a vezetői kerülnek majd sorra abba, hogy mivel ők közelülnek a tűzhöz, és sokat tudnak, hogy ők az elsők, akiket az elnyomók kinyírnak. Vajon akkor ez a kérdéshez hogy fognak hozzáállni? Mert ez nagyon egyszerű dolog, ezt tudni kell, hogy ez így működik. Az elnyomók így működnek, hogy utána azokat nyírják ki, amikor ők hatalomra kerülnek, akik a legtöbbet tudnak róluk. Mert azt mondják rögtön, hogy megbízhatatlan. Tehát lehet szolgálni ezt a 300 valahány családot, de hát elég érdekes végeredménye. És hát ugye ez a 300 családnak az akarata azért nem teljesen úgy alakul, ahogy ők szeretnék. Mert azért ez a 300 család még nem volt olyan, hogy teljesen meg tudott volna egyezni. Tehát én dolgoztam elnyomókkal, sajnos. Már akkor még nem tudtam, hogy elnyomok. És én azt láttam, hogy az elnyomók azok csak ideig, óráig tudnak megegyezni egymással. Ami annyit jelent, hogy nem tudnak hosszú távon egymással megegyezni. Mert az elnyomónak van egy nagyon érdekes tulajdonsága, tehát egy igazi elnyomónak, amire nem is gondol, hogyha mindenkit kinyír maga körül, akkor ki fogja őt szolgálni. És ez nem jut eszükbe. Mert az elnyomók úgy működnek, hogy még az elnyomó társaikat is ki akarják nyírni. Érted? Most, hogy azt fizikailag tennék, vagy lelkileg, ez most részletkérdés. És a szociális emberek most a hullaházban, vagy a diliházban kötnek ki, ez most részükről mindegy. Érted? Csak az a lényeg, hogy valamilyen házban kikössenek. Tehát az a fő probléma, ugye, hogy az állami vezetők nem ismerik magát az elnyomást olyan részletében, amit pedig ismerniük kellene. Nekünk éppen szerdán kezdődik egy olyan képzésünk, ami arról fogja tanítani az embereket, hogy hogyan ismerik föl
azt a minden ötödik embert a környezetükben, aki elnyomó. Ami azt jelenti, hogy antiszociális. És ugye a szociális embereknek feladatuk lenne az antiszociális emberek felismerése és elkerülése vagy elkülönítése. Tehát egyszerű elkerülés vagy elkülönítés. Mert ugyanis, ha az emberek nem boldogok, bárhol a világban, tehát szó szerint értsd, hogy bárhol a világban, akár az egy tanya, vagy egy falu, vagy egy város, teljesen mindegy, bármilyen közösségben, ha az emberek nem boldogok, akkor ott bőszen munkálkodnak az elnyomók. Márpedig a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Minden ötödik ember. És ugye az azt jelenti, hogy ötből négy ember, az pedig szociális ember. És az azt is jelenti, hogy a szociális embereknek, ugye mint az imént mondtam, fel kellene ismernie az antiszociális társaikat. Mert hát egy légtérben lenni, úgy értve az egy légtért, hogy találkozni antiszociális emberekkel, az azt jelenti, hogy a szociális ember a következő viselkedést veszi fel. Amikor elnyomást kap, akkor fogja, és a nálánál gyengébbnek továbbadja. Lehet, hogy az a gyereke otthon, lehet, hogy az a felesége, vagy lehet, hogy éppen a férje, mert a férje gyengébb, mint a feleség. Vagy lehet, hogy éppen az a kutyája, érted, és akkor hazamegy. Ha más nincs, akkor csak fogja, az belerúg a kutyába egyet. Érted, az a lényeg, hogy továbbadja az elnyomást. Tehát a szociális emberek így működnek, tehát mikor egy szociális ember elnyomoskodik, akkor az egy elnyomás következménye. De képzeljétek el, olyan elnyomottak is vannak, tehát olyan szociális emberek, akik akkor is képesek elnyomást továbbadni, hogyha éppen nem kapnak elnyomást. Hanem valami emlékezteti őt egy olyan időszakra, amikor elnyomást kapott. Tehát valami olyat lát, vagy olyat hall. Tehát lényeg az, hogy az érzékszervei valamelyikével érzékel egy olyan helyzetet, ami vele megtörtént egy elnyomás a múltban. És az azt jelenti, hogy a szociális ember, ugye még egyszer mondom, úgy működik, hogy fogja, kap egy elnyomást, és ösztönösen továbbadja egy gyengébbnek az elnyomást. Oké? Nem kell sokkal gyengébbnek lenni, elég egy picivel. Tehát lényeg az, hogy az emberek nem ismerik ezt a fajta működést, hogy például olyan elnyomók is, vagy elnyomottak is vannak, hogy lehet, hogy gyerekkorában kapott egy olyan elnyomást, ami most lát valamit, és arra emlékezteti. És elkezd úgy viselkedni, hogy fogja és továbbadja az elnyomást, pedig nem is kapott elnyomást, érted? De az a lényeg, ahhoz neki meg kellett élni elnyomásokat. Tehát ezt mi úgy hívjuk, hogy második fokozatú elnyomott. Tehát kettes fokozatú elnyomott. Az egyes fokozatú az, amikor valaki kap egy elnyomást, és azt nyomja, azt adja tovább. Ez az egyes fokozat. Ez ugye egyértelmű.
De a kettes fokozat az nem. És tudjátok, mit tapasztaltam? Azt, hogy az emberek jó része az egyes és kettes fokozatú elnyomott is. Tehát akkor is képes arra, hogy továbbadjon elnyomást, amikor nem kap elnyomást, csak valami emlékezteti rá. Valamilyen múltbéli elnyomásra, amit kapott a múltban. És akkor még képzeljétek el, van egy harmadik típusú elnyomott is, aki olyan érdekes módú elnyomást kapott gyerekkorában, ami által kialakult a harmadik típus. A harmadik típusú elnyomottság. Amikor nem emlékezteti semmi, nem nyomja el senki, hanem elképzeli magának, hogy őt elnyomják. Pedig senki nem csinálja. Tehát egyszerűen elképzel magának elnyomásokat. Erre szokták mondani, hogy üldözési mánia. Oké? Az üldözési mánia az nem üldözési mánia, az harmadik típusú elnyomott. És ennek megvan a fizikai oka, hogy mi történt vele gyerekkorban. Hát ezt most nem fogom elmondani. No, miért mondom ezt? Most képzeljétek el, hogy minden olyan közösségben, még egyszer mondom, minden olyan közösségben, bármilyen, az lehet akár egy tanya, ahol laknak többen, vagy egy falu, vagy egy város, teljesen mindegy, vagy egy szervezet, egy munkahely, teljesen mindegy. Ahol az emberek nem érzik jól magukat, ott bőszen tevékenykednek az elnyomók. Lehet, hogy úgy, hogy éppen valaki továbbítja az elnyomást, mint egy szociális személy. Tehát ő lehet, hogy nem is elnyomó, csak egy elnyomott, aki továbbadja az elnyomást. Vagy éppen bekattan, mert valami emlékeztetés elkezd elnyomoskodni. De egyébként az életének a nagy része az nem az elnyomáskodásról szól. És akkor most gondold végig, az öt emberből négy úgy elnyomoskodik, hogy ő nem elnyomó, hanem szociális ember. Tehát vajon akkor nem lenne elég fontos megkülönböztetni a szociális embereket az elnyomóktól? Vajon nem lenne jó tudni azt, hogy mik annak a feltételei, hogy hogy állapítsuk meg, hogy ki a ténylegesen elnyomó, és ki az, aki nem elnyomó, csak elnyomoskodik? Nem lenne jó? Nem lenne jó például az, hogy megismerni az ember az elnyomóknak a működését, az elnyomóknak a gondolkodását, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy az elnyomóval egy dolgot tudsz csinálni, megszakítani vele a kapcsolatot. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem fejleszthető, nem fog megváltozni. Érted? Ez a 7000 ember, ez nem fog megváltozni, mert így nevelték őket. Érted? A szülei is elnyomók voltak mindnek, a nagyszülei is mindnek elnyomó volt, a dédszülei is mindnek elnyomó volt. Érted? És már kisgyerekkorban belenevelték ezt a fajta működést. És tudjátok, mi a legnagyobb baj az elnyomókkal? Hogy nincsenek bennük együttérzés. Érted? Nincs bennük empátia. Az két különböző dolog. Egyébként nem képesek arra,
hogyha valaki tényleg megérdemli, akkor sajnálják. Érted? Tehát például simán megcsinálják azt, hogy mit tudom én, tönkreteszik az embereket érzelem nélkül, érted? Simán. Simán megcsinálják azt, hogy meggyilkoltatnak embereket, mert úgy tartja kedvük. Érted? Simán megcsinálják. Hát nyilván úgy csinálják, hogy nekik ne tapadjon vér a kezük közvetlenül, hanem azért megbízásokat hajtanak végre. Akár kézen közön keresztül. Tehát gondold végig, én azt tudom, hogy a hatalomban, akik nyilvános hatalomban vannak, azoknak a jó része nem elnyomó. De ha egy szociális ember kapcsolatban van egy elnyomóval, akkor az emberek azt látják, hogy az a hatalmon lévő személy az egy elnyomó. Közben nem, hanem kapcsolatban van egy elnyomóval. Ugyanis, még egyszer mondom, a szociális ember, ha kapcsolatban van egy elnyomóval, akkor a szociális ember úgy működik, mintha ő is elnyomó lenne. Érted? Na most azért úgy megkérdezném, hogy vajon ezeket az emberek hogyan tudják kezelni? Sehogy. A hatalomban lévők sem tudják kezelni. Érted? Tehát megnézhetsz régi proféciákat, amiben benne van ezekben a régi proféciákban, hogy ez időtájt, amiben élünk, pont ezek az emberek fognak elszabadulni. Bekerülni olyan pozíciókba, ahol gyakorolhatják az elnyomást. Tehát ugye nem gondolja senki most azt komolyan, hogy itt bármelyik, tehát nyugati államelnökről van szó, vagy miniszterelnök, tehát elnök, mindegy, az azt csinálja, amit a szíve diktál. Ugye ezt nem gondolja senki komolyan. Tehát most mondok példát, jó? Az Kennedy családról szerintem már mindenki hallott, nem? Az amerikai Kennedy család. A Kennedy család benne van a bolygó 13 vezető családjában. Benne is volt. Már egy jó ideje. De nem ők a legfőbb család. Tehát a 13 családnak van egy legfőbb családja. Az rendelkezik a legnagyobb hatalommal a bolygón, az a család és annak a családnak az első számú embere. És ez nem a Kennedy család volt. És a Kennedyek, illetve a Kennedy hatalomra került. És az amerikai hadsereggel akarta kezébe ragadni a hatalmat. A 13 család felett. Átvenni a hatalmat a legfőbb családtól. Az egyébként a Rothschild család. És még mielőtt ezt megcsinálta volna, ez volt a törekvés. Mit csináltak vele? Kinyírták. Oké? Okay. Miért nyírhatták ki? Mert az is beletartozott a 13 családba. Világos ez? Tehát
Ugye amit ő mondott a népének, amit ő nyilatkozott a népének, Kennedyről van szó. Az volt, azért csinálta, hogy az emberek a támogatását. Emberektől megkapja az emberek támogatását. Hát a támogatásukat megkapja. És nyilván, ha megnézed, a politikusok mindig úgy beszélnek, hogy megkapják az emberek támogatását. Csak a politikusok azt gondolják, hogy utána azt tesznek majd a hatalmon, amit akarnak. Mondok egy másik példát, jó? Ugye emlékeztek, volt egy olyan iraki vezető, hogy Saddam Hussein. Saddam Hussein az az Amerikai Egyesült Államok embere volt. Érted? Tehát magyarul úgy táncolta, hogy az USA akarta gyakorlatilag. Egy bizonyos ideig. Aztán lassan megmakacsolta magát, és már nem fogadott szót. Szó szerint. Hát először meg akarták venni, de nem adta el magát. Majd megfenyegették. De nem volt arra se hajlandó, hogy a fenyegetésnek engedjen. És egy megoldása volt az USA-nak, az amerikai elnöknek. Hát az, hogy megszállja Irakot. És kiiktassa magát Saddam Husseint és családját. Természetesen. Tehát ami jelenti, hogy ez a módszerük. Tehát ami annyit jelent, hogy a Földön jelenleg van egy ország, ami nem állt be a sorba. Kettő volt, de most azt is a Covid-dal kiiktatták. Ez Irán volt, a második. És az egy ország az Észak-Korea. Észak-Korea. Tehát valamilyen szinten a világ országai, azok ez alá, a 13 család alá be vannak sorolva, csak hogy tisztán és világosan lássuk. A második világháború és illetve az első világháború, nem a második, bocsánat, az első világháború, azok a Romanovok, ugye az orosz érdekeltség, ugye tudjuk. Ugye régen ők uralták Oroszországot. Nyíltan. A Romanovok benne vannak ebbe a 13 családban, még mindig benne vannak, nem benne voltak, benne vannak. És a Romanovok az első világháború idején kikerültek az orosz fennhatóságból, tehát elvesztették a fennhatóságot. Ugyanis Lenin az Rothschild támogatottságú volt. És így megszerezték a Romanovoktól, pedig ők benne vannak a 13 családban, Oroszországot. Putyin Romanov támogatottságú. Oké? Putyin révén visszakerült a Romanovokhoz Oroszország. De Európa a Rothschildoké. Oké? Na most, gondoljátok végig,
Egyeznek a 13 család? Soha nem is egyeztek, soha nem is fognak egyezni. Tehát itt nem abban bízhat az ember, hogy mit tudom én, hagyják, hogy valamelyik ország vezetői azt csináljanak, amit akarnak. Itt egybe bízhatsz, hogy ezek sose fognak megegyezni. Érted? Ebbe bízhatsz. De addig, míg a társadalom nem látja át, hogy itt gyakorlatilag van 13 család a Földön, amely egymással harcol állandóan a területekért, mondjuk azt, területekért. És ez a 13 család harca az összes nagy háború. Addig ezen a bolygón itt békesség nem lesz. De hála Istennek azért van egy kis segítség. Ez a segítség, a fentiek művelik ezt a segítséget, de ugye nem minden áron. Hát ami azt jelenti, hogy a fentiek annyit tudnak csinálni, hogy azokat ki tudják iktatni, akik nincsenek ilyen, hát mondjuk démoni védelem alatt. Jó, most nem teljesen így van, de ez a lényeg. Jó, csak biztos hallottátok már ezt a szót. A démon az nem jó szellemet jelent, hanem rosszat. Mert ugyanis ezen a bolygón kétféle érdekeltség van, ezt jól tudjuk, két fél harca, a jó és a rossz, a gonosz és a jó harca, érted? És ezek szó szerint szellemlények, a jó is, a jók is, meg a rosszak is. És ebbe bizony az az Isten, amit a vallások tanítanak, főleg a keresztény vallások, az ebbe a kérdésbe semmit nem szól bele. Semmit. Tudod miért? Mert ez olyan, mint lenne egy jó nagy kerted, és akkor ott van egy hangyaboly, azt mondod, hogy kit érdekel. Érted? Na most az körülbelül ennyi a naprendszer a teremtőnek. Oké? Ő abból is tanul, hogyha itt a jó meg a rossz küzd egymással. De vannak jók, és vannak rosszak. Akik küzdenek egymással, és itt ugye egy kérdés van, hogy ki kinek adta el a lelkét? A jónak, vagy a rossznak? Ez a kérdés. És ugye sajnos azok, akik eladták a lelküket a rossznak, azok valamilyen szintű védelmet élveznek a rosszaktól. Ezáltal ugye nem olyan egyszerű az ő életükben a halál okozása. Tehát ami azt jelenti, hogy nem olyan, mint a többi embernél, hogy fogják és kiiktatják őket. Kik? Hát akik leküldték a földre. Tehát a fentiek leküldték az embereket a földre, és a legtöbb embert ugye a fentiek is iktatnak ki.
Vagy maguktól iktatják ki magukat természetesen. És benne van. Szóval a lényeg az, hogy a lentiek védik azokat, akik eladták nekik a lelküket. És ugye ez, sajnos ez a 13 család, hát ez elég szépen kitett magukért ebben a témában, de a 300 család is, tehát ez a 7000 ember, de hát nem csak ők, hanem ugye mások is a bolygón. És hát ezért ugye nagyon ne számíts arra, hogy a gonosz emberek azok ugye a közeljövőben kiiktatódnak. Jó? De arra számít, hogy akik kimaradásaim vannak? Csak néha? Mármint hangkimaradás. Tehát ne számíts, de arra viszont számíthatsz, hogy hát azok, akik tehetnének valamit arról, hogy az emberek felvilágosodjanak. Olyan jó ez a magyar szó. Tehát felvilágosodjanak, és nem tesznek semmit. Oké? Mert szociális emberek. És tehetnének azért, hogy a többiek felvilágosodjanak. A többi szociális ember. Természetesen. De mégsem tesznek. Akkor hát azokat kiiktassák. Csak ezzel tudod, mi lesz a baj? Hogy nagyon sok szociális ember fog meghalni. Mert van egy mondás, ezt már sokszor hallottátok tőlem, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. És a jó emberek, azok így várják a csodát. Érted? Karba tett kézzel várják a csodát. És ugye mit tehet egy ember? Mit jelent a felvilágosodás? Nem tudom, tudjátok-e, mit jelent a felvilágosodás? És mit jelent a sötétség? A sötétség egyenlő tudatlanság. Amikor azt mondták, hogy sötét középkor, az azt jelentette, hogy tudatlan középkor. Ezt jelentette. A felvilágosodás volt egy ilyen társadalmi felvilágosodás. Ugye ez a francia forradalomtól kezdődött ez a felvilágosodás. Ugye az azt jelenti, hogy az emberek tudáshoz kezdtek jutni. Az a felvilágosodás, amikor az emberek tudáshoz jutnak. Miért kell a tudás? Hogy átlássa az ember az életet és az ember működését. Tehát, hogy átlássuk, hogy mi miatt vannak a dolgok, ez a lényeg. Jó? Tehát mi miatt van. Oké? Ez át kellene látni a dolgokat. És ahhoz az kell, hogy az emberek tudást szerezzenek. Csak ugye mi baj van a tudással? Hát, hogy a tudás nagy része, az kézen közön halad. Mit jelent a kézen közön haladás? Hát az, hogy valaki átadta a tudást valakiknek, azok módosítottak rajta, majd az is, ők is a módosított tudást továbbadták. Majd azoknak, akiknek továbbadták, azok is továbbadták a tudást, de már módosítva. Aztán így elteltek évszázadok vagy évezredek, az már nem is az a tanítás van, mint amit tanított az az ember, aki a tudást átadta. Hát ha ezt jobban megnézed, ezeket úgy hívják, hogy vallások. Tehát én ismerek olyan vallást, ami a múlt században, a múlt század közepétől indult, azóta vagy 7-szer átírták. Érted? Nem gyakoroltam sosem, most ne értsétek félre. Csak én nekem, engem érdekel, és szeretek belátni dolgokba, meg
történésekbe, eseményekbe. És ezért ugye bele szoktam nézni különböző olyan érdekes dolgokba, ami hasznos. Szóval a lényeg az, hogy most gondold végig, ha mondjuk 70 év alatt valamit 7-szer átírtak, akkor mondjuk 700 év alatt hányszor írhatták át azt, amit valaki elindított. A fordításokról nem is nagyon beszélve, érted? A fordításokról. Tehát nyelv, másik nyelvre fordítás. Tehát tökéletesen, tehát sok szöveget tökéletesen fordítani lehetetlen. Tehát sok szöveget tökéletesen lefordítani lehetetlen. Akkor arról nem is beszélve, hogy nyelvek közben módosultak. Amiatt is át kellett írni. Jó? Tehát például most egy angol már nem tudná a Shakespeare-nek a műveit eredetiben elolvasni, érted? Egyszerűen olyan lenne, mintha az idegen nyelven lenne írva. Azt pár száz éve élt Shakespeare. Jó, tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol egyetlen egy megoldás van. Arra, hogy az ember boldoguljon az életben. Mi az, hogy boldoguljon? Tehát mi baj van a tudatlansággal, amikor ráadásul még tanították is embereknek, hogy boldogok a lelki szegények, nem? Ezt tanították. Ez egy nagy baromság, jó? Ez a fajta tanítás. Ugyanis, ugye az a baj a tudatlansággal, tudod miért nem boldogok az emberek? Nagyon egyszerű. Mert szembe találkoznak egy eseménnyel, egy történéssel, egy helyzettel, és nem értik. Nem értik. Nem értik, hogy miért pont akkor, miért pont vele, miért pont úgy, stb. Stb. Nem értik. Nézd meg az életedben bármikor, amikor rossz lett a hangulatod, szembeütköztél egy meg nem értéssel. Mondok példát. Ki az, akik párkapcsolatban élnek? Tegyék föl már a kezüket. Ó, nagyszerű, többség. Túlnyomó többség. Szuper. No, hányszor fordult elő, hogy veszekedtél a pároddal? Nem vitatkoztál, veszekedtél. És amikor veszekedés volt, lemerném fogadni, hogyha bármelyik őtöket a kettő közül, aki veszekedett egymással, a párok, megkérdezném, mind a kettő azt mondaná, hogy neki volt igaza. Nem? Tuti biztos. Na most, hát hogy lehet ez? Hogy mind a kettő azt hiszi, hogy neki volt igaza, neki, saját magának, nem a másiknak. Hát miért vesztél vele össze? Hát nagyon egyszerű. Mert egyszerűen nem értetted, hogy miért mondja azt, miért csinálja azt, miért működik úgy. És ő vice versa veled kapcsolatban. Ennyi. Ilyen egyszerű. Ha értetted volna, hogy miért csinálja, akkor megértetted volna. És ha megértés van, nincs vita, nincs veszekedés. Mindig vita, veszekedés, nem a vita, veszekedés. A veszekedés, ugye de a vitából lesz a veszekedés, tehát de azért ne a vitából induljunk ki, mert lehet olyan vita, aminek nincs veszekedés vége. De amikor veszekedés van, mindig azért van,
mert a két ember nem ért egyet. És azért nem ért egyet, mert nem érti meg a másik nézőpontját. Érted? De ha az ember tanul, és fejleszti a megértését, a megértést egyféleképpen lehet fejleszteni. Minél több a tudásod az élet és az ember működésével kapcsolatban, annál több megértést tudsz nyerni. És ha az ember megérti a másikat, abból soha nem lesz veszekedés. Miért? Mert a megértés az nem hoz létre veszekedést. Az nem azt jelenti, hogy egyet értesz. Érted? Hanem azt jelenti, hogy megérted, hogy miért mondja, miért csinálja, miért az van, amit látsz. Érted? És ha megérted, ezt tudod micsoda? Az egy empátia. Tehát olyan, mintha beleképzelnéd magadat az ő helyébe, mintha az ő bőrében lennél, és akkor azt mondod, hogy hát ha az ő helyzetében lennél, én is pont így gondolnám, én is pont ezt mondanám, én is ezt csinálnám. Hát most mit veszekedjek vele? Tehát minél több tudása van az embernek, annál inkább képes arra, hogy megértése legyen azzal a személlyel, akivel esetleg régebben, abban a dologban más nem volt, csak vita. Illetve veszekedés, nem vita, veszekedés. Tehát a vita mindig odafajult. Tehát most gondoljuk végig, ha az ember tudást nyer, és nincs meg nem értés, nincs megértés hiánya, akkor mi tud boldogtalanná tenni? Na, gondold végig. Hát gyakorlatilag semmi. Érted? Hát miért lennél boldogtalan, ha mindent értesz? És ezért volt régen sokkal kevesebb boldogtalan ember, és sokkal több jó állapotú ember. Mert kevesebb dolog történt az életükben, amit nem értettek, érted? Mondhatjuk azt, hogy alig történt velük olyan, amit nem értettek. Tehát nem azt mondjuk, hogy mert sokkal okosabbak voltak, nem. Hanem mert alig történt velük olyan helyzet, ami mögött nem volt megértés, érted? És ha volt olyan helyzet, ahol nem volt megértés, akkor ott is volt vita, veszekedés, természetesen. Veszekedés, mert ez a lényeg. De most gondold végig, hogy a családokban mennyi olyan helyzet van, amit másként látnak? Hány olyan családról hallottunk, hogy az egyik beoltatta magát, a másik meg oltás ellenes volt. Az egyik alig várta, hogy maszkot fölvegyen, a másik meg utálta a maszkot. Érted? Csak példa. Vagy, mit tudom én, az egyik fél ilyen drukker, a másik fél olyan drukker. Az egyik ilyen politikai szimpatizás, a másik meg olyan politikai szimpatizás. Stb. Stb. Mennyi olyan dolog van az életben most, amiben nincs megértés? Oké, vagy csak nézzünk egy példát. Egy olyan példát, hogy mit tudom én, valakinek van egy gyereke, és elérkezik abba a korba, hogy pár kellene neki. És akkor ugye mit szeretnének a szülők? Hát, hogy a párja, vagyis a gyerekének jó párja legyen, nem? Nem ezt szeretné?
Nyilvánvaló, ezt szeretné. És akkor, ugye, mit lát a lányos szülő, hogy na, ezek a mai fiatal férfiak, ezek olyan hülyék, mint a hat pár rendőrcsizma kifordítva. Érted? Akkor mit lát a fiús szülő, érted? Na, ezek a mai lányok, ezek olyan hülyék, mint az a bizonyos hátsó felünk, tudod. És na most akkor így találjon magának valaki párt, érted? Fiatalként, nem? Gondold végig. És lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol ha nincs tudás, akkor az ember veszekedést veszekedésre halmoz. Hát emberek már arra képesek, hogy a tévével veszekszenek, érted? Szó szerint. Pedig az eléggé egyoldalú. Na most, hát ide jutott az emberek nagy része, főleg itt a nyugati társadalomban, hogy mi van Európán kívül, azt nagyon nem látjuk át, csak azok, akik ugye ott élnek kint, de Európa az ide jutott. És nem javul a helyzet a tudatosság terén, hanem romlik. Tehát például emberek úgy néznek filmeket, most mindegy, hogy tévén vagy interneten keresztül ez most, vagy akár moziba, ez részletkérdés, hogy beleélik magukat abba a filmbe. Érted? Na most ezt nem tudom, tudjátok-e, hogyha az ember beleéli magát egy helyzetbe, az egy film, vagy teljesen mindegy, milyen helyzet, tehát beleéled magad abba a helyzetbe, akkor már is manipulálható vagy. Minden ember így működik. Abban a pillanatban, attól a pillanattól kezdve manipulálható vagy. Tehát bármilyen filmet, amit az ember néz, körülbelül így nézhet. Érted? Tudod ez micsoda? Ja, meg a lába is így, várjál, mutatom. Keze lába, érted? Mint egy teljesen kívülálló. Mint akinek szó szerint, és ez az igaz, semmi köze az egészhez. Érted? Ami azt jelenti, hogy lehet úgy nézni, hogy jókat nevetni rajta, az egy vígjáték. Vagy lehet úgy, hogy akkor, na, állítsuk meg egy kicsit, aztán gondoljuk végig, mit akar itt mondani ez az egész, hogy elemezzük ki. Érted? Szó szerint. Vagy miben akarnak itt befolyásolni? Szó szerint így kellene nézni, nem mostantól, réges régtől, még a dokumentumfilmeket is. Most mondok egy példát, jó? Az ilyen természetfilmek, amik állatokkal, vadállatokkal foglalkozik, azoknak a jó része az oroszlánokkal foglalkozik. Tehát a többsége az oroszlánokkal foglalkozik. De ha megnézed, a hím oroszlán, az háremben él. Annak háreme van.
Mit látnak belőle a férfiak? Nem kell csinálni semmit, majd az asszony kiszolgál, nem? Nem? Majd a nő elmegy vadászni, én meg a teremtés koronája. Hát majd örüljön, hogy vagyok neki, nem? Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy gyakorlatilag arra ösztönzik a férfiakat az ilyen oroszlános természetfilmekkel, hogy ne csináljanak semmit. Érted? Hogy az asszony legyen a család fenntartó. Mert ott is az oroszlánoknál, ugye a nőstények a család fenntartó. Hát jó, háremet nem szerezhetek, mert az tilt a törvény, mondják az emberek, ugye a három, az oroszlán hárem látja, mikor látja az oroszlán háremet. De hát milyen jó az oroszlánnak, majd én is úgy működök. Szóval a lényeg az, hogy minden manipulál. Minden, ami gondold végig, nézel netet rendszeresen. Gondold végig, ami megszerkesztett. Ilyen csili-vili, bármilyen film. Érted? Előadó tart előadást, jó, ilyen az eleje, olyan közben, tök jó meg van szerkesztve az egész. Vajon miért? Tehát pénzt tettek bele keményen, hogy az meg legyen szerkesztve. Miért? Én miért nem csinálok ilyeneket? Oké? Miért? Mert én azt akarom, hogy azt halld, amitről én beszélek, érted? És ha valamit megszerkesztenek, az tudod, mennyibe kerül? Nem kis pénz. Miért ölik bele? Nem az lenne a lényeg, hogy a mondani valóját hallják? Nem, teleölnek egy csomó pénzt a videó megszerkesztésében. Miért? Hát az összes ilyen videó, ha nem tudod, arra készült, hogy manipuláljon. Az összes ilyen megszerkesztett videó. Érted? Tehát mind arról szól. Ha esetleg eddig nem tudtad. Hát ha két ember beszélget egymással, miért kell azt megszerkeszteni? Miért kell mindenféle csili-vilinek ilyen, így néz ki, úgy néz ki, benne lenni, érted? Ami nem kis pénz. Hát csak egy reklám megszerkesztése, egy tévéreklám megszerkesztése, tehát nem adásba kerülésről beszélek. Több százezer forint. Érted? De lehet, hogy most már annél jóval nagyobb tétel, mert itt a pénzünk az úgy romlik, 40% körüli inflációnál. No, hát ránézek az órára is, meg a jelzésre is. Akkor azt látom, hogy ennyi fér bele a mai díjmentes részben. Tehát, de még mielőtt befejezném, azért megkérdezném, hogy hol tudtok olyan tudásra szert tenni, nem azokat kérdezem elsősorban, akik itt tanulnak, mint piacvezető szervezet. Tehát nem azt kérdezem, hogy nem az itt tanulókat kérdezem, hogy akik nem tanulnak itt, még nem tanulnak itt. Hol találsz olyan szervezetet,
amely az életed minden részére ad olyan szintű tudást, hogy legyen megértésed. Érted? Bármilyen helyzetbe kerülsz, legyen megértésed. Miért kell megértés? Hogy jó hangulatban tudj maradni. Jó állapotban tud maradni. Miért? Mert ha nem megértésed van, tehát nincs megértésed, akkor ideges leszel. Oké? Tehát a nem megértés az felidegesíti az embert. Nyilván különböző mértékben, valakit jobban, van akit kevésbé. És hogy ha sokat idegeskedsz, előbb-utóbb úgy maradsz. Vagy már úgy is maradtál. Hát azért, mert ha az ember nem jó állapotú, akkor hibát hibára halmoz. És amikor az ember nem jó állapotú, egyszerűen képtelen, hogy a feje befogadjon információkat. Képtelen arra. Ha egy ember jó állapotú, akkor képessé válik arra, hogy a feje befogadjon információkat, és képessé válik arra, hogy helyesen cselekedjen, helyes döntéseket hozzon. És én ezt szeretném, hogy az emberek képesek legyenek, bárki, aki itt tanul, bármi történjen veled, képes legyél megértéshez jutnod avval a történéssel kapcsolatban. Érted? Hogy ne stresszeljen az a történés. Oké? Én azért tanítalak, hogy legyen megértésed bármilyen helyzetre, ami az életedben történik. Bármire. És miért? Mert egyszerűen ez éltett engem. Érted? Ilyen egyszerű. Nekem az óriási dolog, érted? Hogyha te az életedben könnyebben boldogulsz, és bárki legyen ez, aki tanul. Oké, és ha te az életedben haladsz, fejlődsz, és egyre jobban boldogulsz, akkor én annál jobban érzem magam. Oké? Mert én ezért vagyok itt ezen a bolygón, hogy ezt megtegyem. És én ezt meg is csinálom. Oké? Ezért nekem nagyon fontos, hogy ne csak tanulj, hanem használd is azt a tudást, amit itt kapsz. És majd a házigazdánk mindjárt beszél róla, ennél kedvezőbb feltételekkel úgysem kapsz tudást, semmilyen tudást nem kapsz. Ilyen sokrétű tudást meg sehol nem fogsz kapni. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkocsnak ezt a fantasztikus, csodálatos előadást. Ha megfigyeltétek, annak ellenére, hogy ez díjmentes előadás volt, hát jócskán voltak benne információk és tanítások is. Ha most online nézed az előadást, és nyilván akik itt vannak, már tanulnak, és még nem vagy tanuló, aki nézed az interneten az előadást, és tetszett, és nem szeretnél lemaradni a következő témakörről, ami az elnyomás feloldó coach témakör lesz, amivel én tudom, mert én már azt egyszer tanultam, én már a második kört járom, és tapasztalatból mondom neked,
hogy ha nem akarsz lemaradni olyan tudásról, amivel meg tudod környezetedbe, akár a munkahelyeden, az egész világon be tudod azonosítani az elnyomókat, vagy a elnyomott embereket, és könnyebben el tudjál navigálni, akkor ha még nem kezdted el a képzést, akkor gyorsan utalj, vagy gyorsan, holnap már hétfőn nyitva vannak a bankok, menj el és utald el a kezdő tandíjat, ami, ha jól tudom, még akció él, és ahogy mesterünk mondta, ilyen képzést úgyse találsz, én tudom, már több mint 4 éve tanulok itt, aminek elméleti értéke 150 000 forint havonta, amit most kedvezményesen 40 000 forintért el tudsz kezdeni, de ha még gyors vagy, akkor akciósan 19 700 forintért el tudod kezdeni az első hónapot. Ráadásul ekkor kapsz 3 évnyi árgaranciát arra is, hogy továbbiakban csak 9 800 forint lesz. Tehát ez az összeg, szerintem ez az apró pénz kategória azért a tudásért, amit itt kapunk. Úgyhogy a pénz nem lehet akadály, egy döntést kell hozni, és próbáld ki. Tudod, a puding próbálja az evést, ezt annélkül nem lehet megtudni, hogy itt milyen tudást kapunk, ha nem próbáljuk ki, nem kóstolunk bele. Úgyhogy javaslom neked, hogy tedd meg. Egy tapasztalatot tudok mondani arról, ami az elmúlt 4 évben többször átéltem, mégpedig az, hogy ugye én már szinte az elejétől kezdve nem csak tanulok, hanem szervezek is, és ez biztos, hogy a fentiekkel közösen, tehát fentiek segítségével, ez úgy működik, hogy egyszerűen egyenes arányosságot tudtam felállítani a között, hogy szervezek, és hogy milyen mértékben szervezek, azzal, hogy a segítség milyen mértékben jön. Ezt most nem tudom, hogy értettétek-e. Tehát az a lényeg, hogy minél inkább szervezek, minél inkább segítek másoknak, a fentiek ugyanezt visszaadják nekem, és egyszerűen elsöprik az akadályokat, a problémákat az útból, és így lehet megtapasztalni, hogy mi az, hogy szeretetbe, boldogságba és békességbe boldogan élni. Tehát ezt szervezés nélkül szerintem nagyon nehéz. Nem is lehet szerintem egyszerűen elérni. Tehát ez kell a szervezés. Ezt szerettem volna így tapasztalat alapján mondani. Kérlek benneteket, hogy a felismerés lapokat töltsétek ki, és a kitűzővel együtt a kiáratnál elhelyezett kosárkába bele tudjátok rakni. Viszont, és mielőtt még elmennénk, ne szaladjon el senki, mert egy körbeállást csinálunk, ahol zene kíséretében megfog egymás kezét, és ezzel zárjuk a mai szemináriumunkat. A kéz nem mindegy, hogy hogyan fogjuk meg egymás kezét. Jobbal adunk, ballal kapunk. Ez a lényeg. Köszönöm szépen, hogy házigazda lehettem. Ja, igen, mutatják nekem, hogyha ki szeretnél menni a kapun, legalábbis úgy, hogy az autó elején ne sérüljön meg, akkor érvényesítsd a kártyát, és akkor ki is nyílik a sorompó, és egyszerűen ki tudsz menni az autóddal, aki még ezt nem tette meg. Szeretettel várunk benneteket július 17-i szemináriumunkra ismét, és addig pedig minden szerdán és vasárnap élőben nézzétek a képzést. Minden jót nektek, sziasztok!